Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha. Heuréka élmény. Jövőkutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Ahogy azt Endre beharangozta, egy könyvbemutató következik, vagy az is lehet, hogy egy könyvbemutató bemutatója. Ezt majd mindjárt kibogozzuk, hogy hogy is van ez. Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs tanácsadó van itt velünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na, hát ahogy azt mondtuk, Peter Diamandis és Stephen Kotlernek jelent meg egy új könyve, a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnád, és hát ez, azért érezzük, hogy ez ebbe nagyon sok a valóság, mert eszméletlen tempóban fejlődik és növekszik a digitális gazdaság, társadalom és a minden. Miről szól a könyv, miről szól a könyv bemutató, ahol egyébként Stephen Kotler személyesen is itt lesz, ha jól tudom. Így van. Egészen pontosan ez a könyv a jövő héttől lesz magyarul is kapható. Tényleg nagyon izgalmas témákat feszeget. Ugye a jövővel kapcsolatosan az egyik legfontosabb kérdés, ami felszokott merülni, hogy milyen lesz. A másik pedig, hogy mikor lesz olyan. Mikor várhatók a következő nagy forradalmi változások, átalakulások, amiket a technológia generál. És azt gondolom, hogy ez a könyv abból a szempontból nagyon izgalmas, hogy egy nagyon tiszta logikával építi fel azt, hogy a különböző radikális technológiák hogyan kezdenek összefonódni, egymást erősítve változásokat generálni a világban, és ebből vezeti le azt, hogy különböző iparágakban, különböző az életünk különböző területein milyen változásokat hoznak majd, milyen jövő szenáriók lépnek életbe mondjuk a következő évtizedben, és egyébként akár még éveket is tesz mellé a két szerző, hogy körülbelül mikorra várhatóak bizonyos változások. Tehát például kifejezetten részletesen tárgyalnak néhány olyan sokat emlegetett iparágat, mint mondjuk a reklámipar, vagy a szórakoztatóipar, az egészségügy, vagy az oktatás, a pénzügyek területe, ahol ami nagyon sok embert érint, és nagyon érdemes tudnunk arról, hogy mivel várható ezeken a területeken. Tehát az a mondás, az a vízió, hogy most szépen párhuzamosan, néha találkozva fejlődnek a különböző technológiák, legyen az IoT, meg 5G, meg robotika, meg AI, meg deep learning, mindenki dolgozgat, csinálja, 3D nyomtatás, mindenki fejlesz, mindenki alakít, és ezek egyszer csak egy ilyen nagy találkozásban még gyorsabbá teszik a fejlődést, mert egyszer összeérnek még jobban, mint esetleg most. Így van, illetve elég sok példát is hoz Peter Diamandis és Stephen Kotler arra, amikor ez már gyakorlatilag történik. Például tipikusan a kommunikáció és a reklámipar területén kifejezetten jellemző az, hogy mondjuk egy mesterséges intelligencia együttműködve viselkedéstudományokkal és hasonló újszerű területekkel egészen új paradigmákat nyit, vagy akár ez hozzá kapcsolva az 5G hálózatokat és a display technológiákat, amik most a hologramok irányába indulnak el, hogyan tud kilépni a reklámipar a valós terünkbe, és tényleg a fizikai terünkben is ellátni bennünket személyre szabott információval. Tehát nagyon sok ilyen izgalmas példát hoz, ami már ma létező cégek, technológiai vállalkozások, reklámvállalkozások kezében fejlődik, és várhatóan a következő években a tömegpiacon is megtalálható lesz. Van-e arra vonatkozó prognózis, hogy bizonyos ilyen humán faktorok ezt mennyire lassíthatják le? Gondolok itt arra, hogy azért azt lehet látni, hogy például COVID-járvány idején 5G tornyokat rombolnak le emberek, és ugye teljesen kész vannak attól, hogy az 5G az tönkre fogja tenni az életünket, miközben például Elon Musk csipeket akar ültetni az agyunkba, sőt ez fogja csinálni, erre meg senki nem mond semmit, tehát kontra ahhoz, hogy mi van itt az 5G-vel kapcsolatban. Tehát, hogy azért vannak olyan dolgok, amik lelassíthatják, amik visszacsapó hatással rendelkezhetnek. Igen. Hát szerintem az egyik legizgalmasabb forrás erre a Gartner kutatása, ahol a technológia hype
ciklusát figyelik, tehát azt, hogy egy új technológia megjelenése hogyan, milyen fogadtatásban megy végig a piacon, ami általában egyébként úgy néz ki, hogy először egy nagy lelkesedés kíséri a technológia megjelenését, aztán vagy azért, mert nem olyan gyorsan és nem olyan tempóban érik be az a technológia, ahogy azt a piac remélte volna, vagy azért, mert van egy ellenállás, egy fogyasztói vagy felhasználói félelem, aggodalom a technológiával kapcsolatban, általában van egy visszazuhanás, tehát egy ilyen jó nagy meredek kiábrándulás, és aztán onnantól kezdve pedig egy lassabb tempójú, de folyamatos, fokozatos felépülés, és azok a technológiák, amiknek tényleg van igazi relevanciája a piacon, azok aztán ebből a gödörből kijöve egyszer csak berobbannak a közpiacra. Én azt gondolom, hogy ami a humán faktornak a jelentősége, az sokkal inkább az észszerű felhasználásnak a szabályozása. Tehát, hogy nagyon sok mindent vagyunk képesek megoldani ezekkel a technológiákkal, de nem biztos, hogy mindenre szükség van azokból a dolgokból, amikre ezek a technológiák képesek. Tehát én azt hiszem, hogy a fogyasztói, felhasználói reakciók azok sokkal inkább egy ilyen természetes szabályozói lesznek annak, hogy a sok science fiction őrületből, amit gyakorlatilag ma már megtehetnénk, mi az, amik tényleg lesz is értelme megtenni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert egyébként az emberi mi voltunkat is megkérdőjelezi ez az egész fejlődés. És van az a pont, ahonnan már egyszerűen nem szeretne az emberi lény kilépni, és nem feltétlen szeretnénk kiborként, és nem tudom, ilyen technológia által irányított lényenként élni. De például mondjuk, hogyha a nanorobotokon múlik, hogy meg tudják-e menteni az életemet egy betegség esetén, akkor viszont elfogadom, hogy adott esetben a testem és a technológia ilyen formában találkozzon. Tehát lesz egy ilyen normalizáció, és már ez most is történik. Ugye most nagyon aktuális film a Netflixen a Social Dilemma, ami arról szól, hogy bizonyos területenken már annyira invazívan jelen van az életünkben a technológia, a mesterséges intelligencia és az algoritmusok, hogy már nem feltétlen oké az, ahogy befolyásolja akár a társadalmak működését, a döntési mechanizmusainkat. Igen, ilyen van az a humán. Az egyéni felelősség az, ami előbb vagy utóbb bele tud szólni a dologba, bocs. Hát bocsánat, az egyén felelőssége természetesen, de ugye ami a mozgalmakat említ a társadalmi dilemma is, hogy ez a humán fejlődés mozgalom, ugye, ez is pont azt mutatja, hogy nem biztos, hogy az egyén ezt meg tudja állapítani, hiszen gyakorlatilag egy 25%-os kuponért így is eladjuk a lelkünket egy áruházláncnak, akkor miért ne tennénk ezt meg a technológia segítségével a különböző médiaóriásoknak, mint az Amazon vagy a Google, szóval valószínűleg valami szabályozó is kell ahhoz, hogy ez működjön. Hát a szabályozás kérdése az most már gyakorlatilag nagyjából egy 10 éve nagyon aktívan a porondon van, EU-ban és világszinten is, nagyon sokféle szempontból, például, hogy mennyire oké az, hogyha kifejezetten arra fókuszálunk a mesterséges intelligencia fejlesztésünkkel, hogy emberi munkaerőt cseréljünk le mesterséges intelligenciára, pusztán azért, mert olcsóbb, gyorsabb, és egyébként sok szempontból jobb is, és hogy hova fog ez vezetni. Tehát, hogy itt nagyon sok kérdés van, ami még nincsen, vagy csak ilyen válaszkezdeményeink vannak. Én azt gondolom, hogy ez a könyv egyébként ilyen szempontból is elgondolkodtató, és azt is gondolom, hogy azért fontos ilyen típusú tartalmakat olvasnunk, fogyasztanunk, mint az említett film, vagy az említett könyv, hogy legalább legyen képünk arról, hogy hol vannak azok a befolyásolási faktorok, ahol dönthetünk, hogy tovább megyünk az úton, vagy nem megyünk tovább az úton. Egyébként a könyv bemutatója az jövő hét kedden lesz, és egy TEDx Budapest szalon esemény keretében zajlik majd online, és Steven Kotler jelen lesz, egyrészt egy kis előadásra, másrészt ilyen és ehhez hasonló kérdésekről lehet majd vele beszélgetni. Szerintem mindenképpen érdemes őt meghallgatni, illetve az ilyen típusú kérdéseket neki bedobni, mert tényleg az epicentrumában vannak a szerzők ennek az egész dilemakörnek, akár egyébként olyan szinten is, hogy a döntéshozókkal és a szabályozást és a jogalkotókkal is egyeztetnek ezeket a kérdésekről. De akinek nem ismerős a szerzőpáros neve, mit kell tudni róluk?
A Peter Diamandis egy nagyon sikeres sorozatvállalkozó, aki elsősorban az űrkutatásban és az egészségügyben aktív az utóbbi időben. Két nagyon jól ismert startupja van az Egyesült Államokban, az egyik az az űrbányászatra fejleszt, tehát arra, hogy aszteroidákból tudunk nyersanyagot kinyerni a jövőben. A másik pedig egy egészségügyi startup, ami azt ígéri, hogy 15 éven belül elérik azt a technológiai fejlettségi szintet, hogy az átlag életkor 100 év fölé tudják tolni. Egyébként erről a témáról is nagyon izgalmas háttérinformációkat oszt meg a könyvben. Stephen Kotler pedig szintén egy nagyon izgalmas gondolkodó és vállalkozó, az ő kutatási területe kifejezetten az emberi faktorra fókuszál. Ő a flow állapotot kutatja, és azt, hogy az ember hatékonysága hogyan fejleszthető, tágítható, akár a technológia használatával, akár a viselkedés tudomány újításainak segítségével. Tehát ő nagyon egy emberközpontú irányból érkezik ebbe a történetbe. Akkor elmondom még egyszer, hogy miről van szó, hogyha esetleg valakit nagyon erőteljesen beragadtunk, így bevonzottunk. A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnád. Peter Diamandis és Stephen Kotler új könyve. A TEDx Budapest Szalon eseményen Stephen Kotlerrel beszélget többek között Dea, és azon gondolkodtam, hogy azért rossz dolgokat kapunk ettől a Covid-tól, az viszont nagyon klassz, hogy egy ilyen eseményekre egyre több ilyen nagyobb szakértőt tudunk bevonzani, mert ugye most már divat lett az, hogy sőt, hát gyakorlatilag nincs más módszer, mint online találkozni, és úgy mégiscsak jobban ráérnek, nem? Tehát ugye mondjuk hajnalba föl kell az Egyesült Államokba is akár, de akkor részt vesz egy budapesti eseményen, ami fizikailag nem biztos, hogy megtörtént volna. Ez így van, pontosan. Ráadásul ők se ülnek annyit repülőn most, hogy különböző kínótokat tartsanak a világ különböző pontjain, tehát hogy a nettó játék idejük megnőtt, úgyhogy ez tényleg egy nagy kincs. Hát izgalmas. Na, várjuk akkor majd a beszélgetést, meg a folytatást is, meg a könyv nagyon érdekes, úgyhogy de, köszönjük szépen. Köszönöm én is, sziasztok. Köszi szépen, szia! Frankó Csuba Deával, jövőkutatóval, innovációs tanácsadóval beszélgettünk, tehát a napokban megjelenő, a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnád, Peter Diamandis és Stephen Kotler új könyvéről. Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Nos, hát ennyi fért. Egyébként láttad ezt a dokumentumfilmet? Nem. Na, ezt érdemes megnézni. Vannak kritikák is ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül teljesen a jelenlegi állapotot követi le, mert főleg alapvetően a Facebookra koncentrál. Nem kimondva, de alapvetően a nagy ilyen médiaóriásokra koncentrál, de nekem az tetszik benne, hogy tök mindegy igazából, hogy Instagram, TikTok, Facebook, bármelyik social csatorna, a folyamata lényeg, hogy mi történik. Persze, nyilván. Hogy mi történik az adatainkkal, az hogyan kezeljük, mit vagyunk hajlandóak feladni, mit nem. Szóval egy izgalmas filmről van szó, csak úgy egyébként, mint a másik nagyon izgalmas, az HBO-n, ami felelhető a káosz ügynökei. Szintén vannak párhuzamok a kettő között, úgyhogy tényleg jó pofa. Közben azt kaptam itt egy hirtelen frissítésbe a Financial Times-tól, hogy először van 8 lírán a dollár, úgyhogy a török lira az behasolt rendesen, sok mindennek köszönhetően. Hát itt még 5 és fél körül volt évelején, most már 8 lira az amerikai dollár. Hát az szép baleset, igen. Azt hiszem pont múlt héten volt valami kamatemelés, ami nem olyan mértékű volt, ami meg tudta volna ezt akadályozni, és ezt most látható, igen. Büntetik. Hú, ez nagyon elment, igen. Igen, megromló viszonyok vannak itt az Egyesült Államokkal, ja, Franciaországgal, meg hát ugye, hogy Erdogan nem nagyon tudja kezelni a török gazdasági helyzetet, ezt a kritikát kapta, úgyhogy ez azért nem egy ilyen hirtelen alakú V lesz, ahogy elnézem, hanem szépen csordogált lefele, és most megütötte ezt a mélypontot. De hát ezt te értesz a chart, Máté. Igen, de közben én kérlek szépen üzeneteket olvastam, mert nagyon megy az időnk, és egy párat feldolgoznék. Az emberiség rá fog fázni az AI-ra. Elon Musk meg jó lenne, ha nem akarna az emberek agyában kotorászni ezt a bírta, úgyhogy látod, igen. Lesz ebből még probléma.
Aztán... A bicikli is ilyen veszélyes eszköz volt annak idején. Igen, meg a gőzmozdony, ami 60-nal tudta húzni az a vonatot, és lesodorhatta volna az embereket az ellenára. Fúj, ördög! Így is túl sok a reklám, írja egy másik hallgató, néha már azt érzem, hogy a bőröm alatt is reklám van, nem káros ez? Inkább visszaszorítani, betiltani kellene a reklámokat, amit csak azért vennék meg, mert szembe jön reklámon, arra nincs is szükségem. Hát hiszed te, kedves hallgató, mert ezek azért úgy hatnak ám. Pénz van a bőröd alatt, nem reklám. Na jó, hát jött még sok üzenet, köszönjük szépen, sajnos ezek benn ragadnak, mert el kell búcsúznunk, 10 óra van, úgyhogy rohanunk Czoller Andrának helyet adva, hogy híreket mondjon, utána pedig jó sok zenét hallhattok itt a 90.9 Jazzin. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, holnap ismét ugyan itt fél héttől Millás reggeli, addig is szép napot nektek, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart,